Végül, de nem utolsó sorban egy igazi kuriózum, a Győr-Moson-Sopron másodosztályban szereplő Mezőrs már a 13. percben hátrányba került, pedig ugrálóvárral is készültek, mert a Lipai Gergő szerzett vezetést a Borsodabaú Zemplén megye első osztályában futballozó BTF Felső Zsolca csapatával szemben, vagy csapatában futballozó Lipai volt. Tehát eredményes, a második félidőt a Mezőrs kezdte, de a labda már azonnal a középkezdést követően a vendégeknél, és egy abszolút korszerű akció végén a 18 esztendős Agárdi Norbert talált be, aki igen jó szezont fut egyébként, hiszen az MLS adatbankja szerint a saját bajnokságában 11 mérkőzésen már 8 gólnál jár, most pedig a Magyar Kupában is betalált. A Felső Zsolca egyébként eddig egy nullás meccseken menetelt, mert hogy a Bánkot, illetőleg a Cigán Desit múlta felül az előző fordulók során. Itt úgy tűnik, hogy meg lesz a labda a hazaiaknak, de végül nem ez történt. Némileg könnyelmű a hazai védelem, és hát ilyenkor természetesen a futball, valamint ezúttal név szerint Varga Balázs büntetett. Az 59. percben már 0-3-at mutatott az eredményjelző, míg a Mezőrs az ugodott, illetőleg a söptét söpörte el az első két körben, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy a Felső Zsolca már a végállomás lesz, főleg így, hiszen nagyjából 20 perccel a rendes játékidő vége előtt 11-eshez jutnak a vendégek, pluszban a hazaiak még meg is fogyatkoznak egy kiállítást követően, Hajba Tamást küldték le, ez pedig egy olyan 11-es, amit bárhol megirigyelnének. Moroncsik Roland állítja be a végeredményt, a Felső Zsolca 4-0-ra győzött Mezőrsön. Én úgy éreztem, hogy az első félidő nagyon kiélezett volt, meg voltak az ellenfélnek is az esélyei, de szerencsénk volt, hogy tudtunk vezetni, és aztán szerintem a második félidőn sokkal keményebben és agresszívabban jöttünk ki, és sikerült eldönteni az elején a meccset. Teljes mértében elégedett vagyok, hiszen történelmet írtunk BTF Felső Zsolca életében, foci életében, hiszen először jutott be a csapat a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé. Ez volt a tervünk, ez volt az álmunk, és ha minden igaz, nem tudom a többi eredmény, de nagy valószínűséggel az amatőr kupa döntőt is játszunk.